Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok, akik velem vannak. Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Bifko Krisztián, alias Mujó. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ebben a nagy csöndben most már hallottam, hogy hogy sistergek egyébként. De már hiányozna, mint egy falat kenyér a sistergés. De majd Charlie kiszedi. Persze, hát unatkozom úgy is, úgyhogy megfogom ezt valahogy úton, módon kerülő megoldásokkal oldani. Mi történt a nagyvilágban, Krisztián? Én, már megint én. Igen, büntetésből, amiért zajos a mikrofonod. Akkor büntibe vagy. Hol kezdjem? Az egyes pontnál. Az egyes pontnál? Kíméletlen törvénytervezet vár a cigarettákra, hírek Franciaországból. Ez mondjuk nem tudom, hogy kit érdekel, hogy mi az Isten történik a cigarettákkal. Nem azért tettem be, úgy egyébként is, mert ott ugye szó esik a cigarettázókról és a vaperekről is. Hát ott szőr mentén megemlítik, hogy a törvénytervezet alapján be akarják tiltani a közterületeken meg a munkahelyeken való elcigarettázást. Ez nekem azért furi, nem értettem egyébként, hogy ezt milyen kis újból szippantották ezt a hírt, mert hogy a franciák, akikkel én kommunikálok, ők teljesen boldogak, hogy náluk minden a legnagyobb rendben van, és akkora hátszele van az elcigis brigádnak, hogy nem meri senki megpiszkálni. Úgyhogy ehhez képest ez egy újdonság nekem, hogy ilyesmit tervezgetnek. De lehet, hogy ez is egy újságírói túlkapás. Több helyen olvastam, az a baj. És most itt a magyar forrást fogjuk majd berakni. Egyébként itt a magyar forrásról jut eszembe, és van egy bekezdés a magyar helyzetnek is, hogy tudtok valami változást egyébként az itthoni helyzettel kapcsolatban? Tehát ugye, hogy kikiáltották illegálisnak a nikotintartalom miatt, aztán gyógyszernek minősítették, aztán visszavonták, aztán most a NAV még mindig üldözi a kereskedőket. Újdonságot nem tudok. Abszolút. Keleten a helyzet változatlan. Egy időben még április-május magasságába fölröppent a pletyka, hogy majd ugye az EU-s törvény alapján lehozzák majd a májusi közlönyben, hogy lehet nikotinos likvidet árulni a feltételeknek megfelelően, de hát aztán ezzel se történt semmi. És ugye közben a új egészségügyi miniszterünk is lett, akit innen is nagy szeretettel köszöntjük a jelenlegi posztján. Róla mit is illik tudni? Egyrészt az, hogy az egészségügyben végigjárt a kvázi szamár létrát, tehát ő valóban megfordult egy-két olyan helyen, amelyik frontvonalnak számít, mint a Kecskeméti Kórház. Jogi diplomát is szerzett, tapasztalta a kórház menedzsmentbe és a köszönő viszonyban is van a való élettel. Aztán majd meglátjuk, hogy elektromos cigaretta ügyben mit fog fölmutatni. Mi minden esetre nem kérdezni fogunk tőle, hanem a jövő héten ajánljuk neki egy levélben, hogy mi hogyan képzeljük el a szabályozást. Igen. El ne felejtsem, hogyha már heti történések vannak, mert vannak a fejemben dolgok, csak mindig elfelejtem összeírni ezeket, úgyhogy ne cseszeges, Charlie. Ezért lenne a show notes, de nem cseszegetlek. Jó, igen. Vagy pont a héten jött a hír Angliából, hogy az angol kormányzati felkérésre a kinti független szakértők előkészítettek egy elektromos cigarettával foglalkozó anyagot, ahogy hogyan kellene az ottani kormányzatnak viszonyulnia ez a történethez, és egy teljesen jól sikerült és szinte beleköthetetlen, nagyon pozitív anyag született, ami abszolút pozitívan méltatja az elektromos cigarettát és a lehetőségeit, úgyhogy ha már írogattok az új EU államtitkárunknak, akkor lehet, hogy mindenféleképpen jó néven venném, hogyha megkapnám, vagy hozzá. Jó, ezt megkeresem és becsupogom. De nem úgy, ahogy szoktad, Krisztián. Nem úgy, ahogy szoktam. Mert hogy ez tök hivatalos, teljesen jó fel módon, abszolút meglepő módon. Ugye eddig tolta a brit kormány ezt a gyógyszeri minősítés vonalat, és így egyszer csak így a semmiből fölkérték, hogy készítsenek egy tanulmányt. Úgyhogy ez akár egy követendő példa is lehetne itthon is. Így van. És itthon kit kérnének föl? Ez most hát, megfogtál. Igen.
Igen. Érdekes a kérdés egyébként, mert ha azt gondolod, hogy nincsen olyan ember, aki autentikusan kutat Magyarországon nikotinnal kapcsolatos dolgokat, akkor tévedsz. Nem, ez egy provokatív kérdés volt. Tehát vannak olyan emberek, akik erre Magyarországon is tudnak válaszolni. Ez kérdés, hogy miért nem akarnak. Igen, hát ez a legnagyobb baj, hogy senki nem vállalja föl, hogy nyilatkozzon is. Lehet, hogy azért nem nyilatkoznak most, mert hogy mindenki szedi a lábát a Varsói konferenciára, ami már csak alig 2 hét múlva, de itt lesz. Igen, az egy orbitálisan nagy konferencia lesz. Igen, ami egyébként az Egyesületnek is drága. Jól emlékszünk, Lett Krisztián, volna. ugye, hogy ez az a konferencia, mert most teljesen más a weboldal, mint ami egy hónapja volt mondjuk, hogy ez az a konferencia, mert itt beszélgettünk Fifikával műsor előtt, de én úgy vagyok vele, hogy A GFM Varsóban, igen. pont Varsóba egy hónapon belül 2 ilyen nagy konferencia nem lesz. Igen, ez Aha, az, amiről akkor ez az. beszéltünk, és ez az, amire majdnem meg lettem hívva, hogy beszéljek. Ez külön érdekessége a történetnek, csak aztán nem sikerült. Ja, mert majdnem ki is küldtünk, tehát akkor két Két irányból, fronton is el lett két rontva a fronton is történet, el igen. lett a történet. Ú, de jó lett volna, ha mind a két irányból összejön. De egyrészt hihetetlen, tehát a mi költségvetésünkhöz képest nagyon drága, bár itt már minden volt, még a Charlie is felajánlotta, hogy csak az üzemanyag költség, de a szállás, a kintartózkodás és a csóróknak megszabott regisztrációs díj is elvitte volna az éves költségvetésünknek több mint a felét. És akkor inkább azt mondtuk, hogy az EFI támogatásra fogjuk azt a pénzt fordítani, nem az ottani jelenlétre. Most, Hát hogy mondod, igazából. bocsánat, hogy közbeszólok, egyébként nagyon belehúzott az FV, ha nézegetitek a Facebookot egyébként. Tehát az utolsó oldalon volt, már most görgetek visszafelé, de inkább rákeresek FV UK, azt hiszem, és mindenki tolja. Mondjuk most ők pont egyébként a német dodóboxot osztották meg, amit nálunk még mindig sehol nem tart. És ha jól látom, mert nézegetem minden nap az általuk közzétett tartalmakat, ők, nem csak ők, tehát nem az FV UK, hanem úgy általában az FV minden nap közzéteszi, hogy adott előző napon mely 10 ország volt a legaktívabb, és sajnos nem látom a naponkénti felsorolásban, eddig még nem láttam Magyarországot. Na most egy picit mérges leszek, jó? Vigyázz, mert aztán sok embernek nem tetszik, hogy mérgesek vagyunk. És ne beszélj csúnyán. Azt meg pont leszarom. Jaj, ne beszéljek csúnyán. Emberek halnak meg. Jaj. Tehát addig, amíg Magyarországon a Elborult a forgalmazó, likvidem. addig, amíg Magyarországon a forgalmazók, és tehát még egyszer mondom, amíg Magyarországon a forgalmazók nem egymás ellen dolgoznak, és tehát még csak azt sem mondom, hogy egymással karöltve, és mint a Mosz film elején a munkásnő és a munkásférfi kard karba öltve a jövő felé irányítva tekintetüket dolgozzanak, de legalább ne egymás ellen dolgoznának, kivéve persze egy-két olyan kereskedőt, aki tényleg szívügyének tekinti, addig itt nem lesz számottevő javulás. Tehát én azt gondolom, hogy mi is mindent megpróbáltunk, mindenféle fórumon, fronton fölhívni a figyelmüket, kérni a támogatásukat, de egyrészt ugye megosztott önmagában a paper társadalom is, ezt mindenki értse úgy, ahogy akarja. Másrészt a kereskedők is nyilvánvalóan elsősorban a saját problémájukkal vannak elfoglalva, a veszélyérzet náluk is hihetetlen kicsiny,
aki tudott, az egyébként is kitelepült külföldre, vagy legalábbis a nikotinos likvid részlegét kitette külföldre. Szóval ez a, megint benne vagyunk ebbe a jó kis magyar történetbe, hogy Magyarországon nincs megfelelő összefogás, összetartás. Nem tudjuk zárni a sorainkat, hézagosak vagyunk, egymás ellen dolgozunk. És ez engem rettentően elszomorít. Én már Tudod, nem mikor hiszem, hogy lesz? többet akarok erről beszélni. Tudod, mikor lesz egyetértés? Mikor majd a végén nem sikerül, és akkor mutogatnak ujjal a másikra, vagy ránk, vagy az Egyesületre, vagy az Nyilvánvalóan az EFI-re. ellenség képkeresésben nagyon jó mindenki. Én azt Ja. tudom, fejezd be a Nem, mondatodat. nem, nem, mondjad nyugodtan. Ja, én azt tudom összehasonlításképpen elmondani, hogy amíg Magyarországon tisztelet a kivételnek a forgalmazók telibe szarják az egész polgári kezdeményezésnek ezt az egész vonalat, és elnézést, hogy én is csúnyán beszélek, ahhoz képest Európa szerte heti 50-60 levelet biztos, hogy kapok az EFI postafiókba, hogy német kereskedő, francia kereskedő, angol kereskedő keresi a lehetőséget, hogy hogyan tehetne többet. Ezt én már sokszor kérdeztem, Krisztián, hogy nem az lehet a baj, hogy nálunk a kereskedés az inkább az internetes piac tereken történik, és ezért például ezért nem nyomjuk ennyire a Dodoboxot sem. Hát nem ezért nem nyomjuk a Dodoboxot, ezt megkérdezheted Fifikát, de hát Nem igazából mi, most a nem, miénk. vagy nem, a, nem az EFI magyarországi leányvállalata, azaz Pivko Krisztián alias Mujó, hanem úgy egyébként. Tehát ott mondjuk Franciaországban, vagy bárhol máshol, vagy Angliában nincs az, hogy remegnie kéne a kereskedőnek azért, mert ő árul akármilyen nikotinos folyadékot, nálunk meg a Ja, értem, megélhetését teszi értem a kérdést. kockára. Ergo, én emlékszem, mikor én elkezdtem, akkor bementem a, nem mondok neveket, bementem, és megvettem mindent ott, kézbe fogva, megtapasztalva, hogy milyen. Most ilyen nincsen, hanem kérdezősködsz az interneten, olvasgatsz, és aztán jó eséllyel mondjuk megrendeled ugyanattól a bolttól, vagy egy másiktól, aki külföldre helyezte a székhelyét, de nem vagy arra rászorítva, hogy bemenj valahova, ergo marad az online FIS kitöltő form az interneten, tehát a Dodobox nálunk ezért veszti el értelmét. Lehet, hogyha nem Hát lenne. léteznek üzletek. Én Inkább én azt az üzlet. sokkal többször megyek üzletben, mint Milyen ahányszor online. üzletekbe mész? De Én sem szerintem mondok akkor neveket. csak az első betűjét. Jó. V. Ja, azt hittem, azt mondod, hogy mert valami elektromos cigi volt, vagy mit tudom én. De igen, de például, amit mondasz, V-t, az is olyan, hogy leginkább, ha nem oszihoz mész, és akkor mindegy, hogy is kitalálják, ha nem oszihoz Nem mész, mondok neveket, de leginkább, ha nem oszihoz igen, mész. tehát ha oszihoz mész, akkor az inkább ilyen átvételi pont történet, tehát nem De az a ez kit érdekel? Az a lényeg, hogy mennek az emberek. Tehát én amikor hát utoljára elenyésző V-ben százalékuk voltam mondjuk. Oszinál, akkor egy kicsit próbáltam szocializálódni, és beszélgettünk két mondatot, és a két mondatot nagyjából negyed óra alatt sikerült le abszolválni, mert olyan szinten adták a kilincset jóformán egymásnak az emberek. Tehát Pont, hogy ez egyébként egy... pont vele nincsen semmi probléma ilyen Ja, szempontból. igen, tehát ő egy rossz példa erre, de hogy... Rossz nevet sikerült elővarázsolnunk. Ezúttal is elnézést kérünk, hogyha valaki esetleg azt, amit elmondtam, vele Rosszul hozta értette. összefüggésbe, mert pont vele nincs Igen. ilyen probléma. Persze nem, tehát sose a kereskedő múlik, hogyha nem De mennek értem be hozzá, egyébként, hogy csak érted, hogy mit mit mondok. mutat Tehát neki, persze. nincs az, hogy mész a körúton, betévedsz egy olyan boltba, mint mondjuk a nemzeti dohánybolt, hogy Hát, mint te. a múltkor, hogy Angliában nyílik az utcában még egy cigi bolt, akkor abból újsághír lesz, és ez egy szenzáció, hogy ez Lehet, hogy olyan. itt is, sőt, itt biztos itt is újsághír lenne, csak nem úgy, ahogy mi szeretnénk. Hát akkor az, hogy Értem, hogy megint mit kivonult a mondasz. NAV. Menjünk Jó. tovább szerintem.
Jó, én még egy visszakanyarodnék a franciaországi egyes ponthoz, mert ott elfelejtettem elmondani annak kapcsán, hogy közterületeken betiltani, nem betiltani, hogy ez pont most téma a Velsben, és a Magyar EFI Facebook oldalon megosztottam, de majd bedobom ide is a linket, hogy a velszi döntéshozóknál van egy ilyen hivatalos petíció, és nem csak velszi polgárok, hanem bárki írogathat oda, hogy ne tiltsák már be a közterületeken és a munkahelyeken történő elektromos cigarettázást. Segítsünk egy kicsit a velszi kollégáknak. Egyébként például mondjuk West is mondhatjuk, de mondhatjuk New Yorkot is, ahol közterületen nem lehet igazából vépelni, hogy dohányozni lehet attól függetlenül közterületen ott? A zacskóból, persze. Nem, ezt általában úgy szokták csinálni, hogy a szintre hozzák a dohányzásos tiltásokhoz az ercigis dolgokat. Úgyhogy olyanról még nem hallottam, hogy dohányozni békésen lehetne ott, ahol ercigizni nem. Ó, Charlie, ezt vág ki. Mit? Tornádó. Ezt a sóhajt, amit elengedt. Nem, mert a sóhaj már a négyes pontnak szólt. Az mennyire föl piszkálta az agyamat. Igen. Figyelj, egyezünk már ki valamiben, hogy tulajdonképp ezt a podcastet már 18-as számnál járunk, nagykorú, már ihat alkoholt, legálisan még nőt is fizethetne. A saját podcastünkbe hadd beszéljünk úgy, ahogy szeretnénk. Mit szóltok hozzá? Jó. Zsír. Megszavaztuk. Persze trágárkodni nem szép dolog, de hát... Ugyan nem fogtam le a kezed, de megszavaztuk. Na tehát akkor mi volt ez a Cliff Bates-es történet? Én ennek a negyedéig se tudtam eljutni, annyira paprikás hangulatba keveredtem tőle. Tehát fú, nagyon. Adott 52 vagy 53 nagy nevű és közhírnévnek örvendő tudós és szakértő, akik írnak egy levelet a WHO-nak, és hát Clive Bates munkásságát ismerjük az e-cigaretta területén, és jön egy ilyen gyökér a UCSF Eduról, ami valami, nem tudom melyik amerikai egyetem lehet, mert azt, megint föl vagyok paprikázva. De az a lényeg, hogy megpróbálja ízekre szedni Clive Bates-éknek a levelét, amit a WHO, nem tudom én milyen igazgatójának küldtek, és érvelés helyett konkrétan szarrágás történik az egészben, és ilyen szőrszálhasogató kis szarságokba köt bele, hogy megpróbálja hitelteleníteni ezt az egész levelet. Engem rettenetesen fölmérgesített. Annál rosszabbat el sem tudok képzelni, mikor írsz egy szép kerek egész levelet, és aztán jön valaki, egy troll, egy útszéli troll, és ő azt így mondatokat kiragadva, vagy mondjuk mondatonként végighaladva, nem a teljes kontextusában, hanem ő szavanként elemzi, hogy ez miért nem, az miért igen, ez miért így, az miért nem úgy. Igen. Ez konkrétan szarrágás, szavanként szarrágás, ez elképesztő. Persze nyilvánvalóan lényegesen kevesebb súly, vagy nyoma, vagy nem tudok beszélni, úgy fölmérgesítettem magam. Szóval lényegesen kevesebbet súlya nyomja alatt ott, nem tudok. Na, szóval valaki vegye át az út, legyen szíves. Tehát ez a piszlicsár és szar cikk, amit csinált ez a degenerált egyetemi, nem tudom én kicsoda, ez jóval kevésbé fajsúlyos, mint maga a tény, amit Clive Bates-ék a levélben összeraktak és elküldtek a WHO-nak. Úgyhogy... Hogy kicsit lejjebb vigyem a vérnyomásodat, de a teljesítményedet... Íj, borult valahol a likvid. Ez mi volt? Nem érdekes. A heti érlelés az asztalon. Mindegyiken kupak van, nyugodnak. Csak az üres üvegek, nikotinmentesek, hagyjátok. Jövő héten ebből fog meg ilyen, hogy visszaviszem az üres üvegeket a patikába. Megvan, nem is csak szarrák, kiforgatja, megpróbálja kiforgatni a mondani valóját. Kész. A levélnek. Ja. Krisztián, nem megakadt a tű, és most már csöndő 180 vagyok. Per a vérnyomásod. Csöndő vagyok. Tehát majd így 5 percenként mondani fog mindig valamit. Hallod, és így olvassa tovább a cikket, és így tök másról beszélünk.
Hát nem hiszem el. Még mindig. Olvastátok a 47-es pontot? Na. Nem, most kinézek az ablakon, nézom a fák tetejét, és tippantok egy nagyot. A cigarettádból? Ehhez cigarettámból. Hát tudod, kakas viadal. Szóval, hogy földobjam a témádat, és most nem én káromkodok, a Vapor Joe-nak ez a címe, indonéziai DNA 50 fuck yeah. Hát nem mennek ők sem hülyeségére szomszédba, akinek a 20 után a 30 is kevés volt, azoknak itt van az 50 wattos korláttal rendelkező DNA mod, amiről már fénykép is van egyébként a Vapor Joe oldalán, és ez, ahogy nézem, ez nem olyan, tehát nem akar hasonlítani a mostani Evolve-ra. Kíváncsi leszek rá, mondjuk nem használnám, mert nekem ez már sok, de érdekes, hogy nem állunk meg csak azért, mert most 30 watt van, lehet följebb is menni, és ha már itt a klónokat említjük, mondjuk ez pont nem klón, csak valaki fejlesztett egy nagyobb teljesítménykorlátos készülék elektronikát, ott van a Seneca 30, ami hamarosan rendelhető lesz, és ahogy néztem, és ha bejön az oldal, ez a nerokin.com, akkor csak azt látom, hogy ez majdnem a megszólalásig hasonlít az Evolve-ra, viszont itt a kijelzője szerintem egy picit nagyobb is, fel is van okosítva, mert ez már nem csak azt jelzi ki, mint amit a DNA 30, hanem ez itt terhelés közben természetesen áramerősséget, ellenállást, cellafeszültséget, üres járati feszültséget, barátnőd nevét, azt is, ha akarod, $50 árulják a jó emberek is, és ahogy nézem, 4 volttól 9 voltig megy a történet, 6 watttól 30 wattig, és 0,5 tized óm a legkisebb ellenállás, amit rá lehet tekerni. Amellett például a display az kijelzi neked épp, hogy mit csinálsz. Tehát ki is írja, hogy most lock módban vagy, most följebb vetted a teljesítményt, most lejjebb vetted a teljesítményt, ez szépen írja, és ahogy nézem, hát ezt irigylem mondjuk tőle, hogy nekem jobb elrendezésűnek tűnnek a forpontjai, tehát az oldalán legalább van egy kis hely, amivel meg tudod meg fogni. Lehet fogatni, vagy bárhova hozzá lehet rakni, és mielőtt bárki azt gondolna, hogy ez valami őrületes nagy gagyi klón, mondjuk, igen, tehát az ár az nem befolyásolhatja az embert, mert attól még, hogy drága, lehet szar, de van itt kész box mondjuk is $250, vagy ohmméterük 30-ért, és emellett még mikrokontrollereket is árulnak, aki más irányba szeretne elindulni kis színesként, azért ezt a kettőt jó, hogyha észben tartjuk, mert úgy látszik, hogy mindenki megy el az elektronika felé, és tetszik vagy nem tetszik, ez lesz a jövő. Nem biztos, hogy, sőt, biztos, hogy nem kell ekkora teljesítmény az esetek 80%-ában, de ez olyan, mint autóban az 1001 lóerős Bugatti Veyron. Olyan, mint a párna cihába a lóvé. Jó a szavam még egy kicsit. Igen, igen. De hogyha itt már, ugye mondtuk most itt az elektromos, és az elektronikus cigarettánkat, térjünk egy picit vissza a mehára. Beszéltünk az előző adásban, hogy milyen az, mikor egy aksi fölrobban, és a Ziegler Feri felajánlott nekünk 2 darab 18650-es Panasonic cellát robbantási alapanyag jeligével a szerkesztőségbe. Úgyhogy mi várjuk továbbra is szeretettel a cellákat, a modokat, és bármi mást, amit oktatási célzattal tönkre tudunk tenni. Tehát, ha valakinek van ehhez
mondjuk egy meha módja, amit annyira utál, hogy szeretné látni videón, ahogy ez vagy megsemmisül, vagy nem, Tegyük akkor zárójelbe, hogy igen, ez a moddereknek egy challenge lehet, hogy lám az enyém kibírta. Igen, tényleg ez tök jó ötlet. Robbanás, robbanás álló. Megrendezhetjük az első hazai robbanás. Modrobbantó versenyt. Természetesen elismerésért cserébe. Az Emmy előtt rendezve. Igen. Jaj. De hogyha már verseny, akkor agyaltunk mi itt, és nem soká eljön az idő, hogy megrendezésre kerül Magyarország legnagyobb többnapos Véper találkozója. Az országban ott a legnagyobb. Ott alvós buli. Ott alvós buli, tehát bebaszcsizós, beszélgetős. Ott alvós, beszélgetős. Cserezoknis. Cserezoknis, igazi közösségi élményt adó, ahová mindenkit szeretettel várnak, ez Sopron. Sopron. Így van. Az Egyesület is támogatja ezt a rendezvényt, miután ide külön meghívót kaptunk. És ha már van mi ez ország tortája, akkor azt gondoltuk, hogy Sopronban pedig választunk ország likvidjét. Úgyhogy minden zugkeverő sufni van ker, gondolkozzon el azon, hogy Magyarországot milyen ízek jellemezhetik egy természetesen szigorúan nikotinmentes likvidről beszélünk. Likvidben, illetve mi volna az, amit ő Magyarország ízének választana 2014-re, ezt keverje meg. 50-50, tehát egyensúly leveseket várunk, vagy hát egyensúly közeli leveseket, mert nem a gőz lesz egyébként sem a lényege, és Sopronban egy szakemberekből álló szakértő zsűri, akiben lesz OK és vegyész is, zsűrizni fogja többféle kazánban ezeket a likvideket, és még nem találtuk ki, hogy milyen, de nyilvánvalóan egy értékes díj ellenében az első helyezett likvidje lesz az ország likvidje, aminek az összetételét viszont ennek nem is tudom. Feltétel, vagy hogy mondjuk, hogy ennek fejében. Fejében, igen. Ennek fejében a nyilvánosságra hozzuk. Tehát az elvárás, hogy mindenki a likvidjével együtt, és akkor határozzuk meg azt, hogy mondjuk augusztus 8-áig, tehát augusztus 8-áig adja postára, az Egyesület címére. Én a Dóci Géniuszt akartam mondani. Elég annyi is egyébként a borítékra, mert a postás ide talán, tehát ismernek, tehát nem akarom mondani, hogy mekkora nevekkel vagyok egy szinten Dócon, tehát ez olyan Dócon a Géniusz, mint nem is tudom, Budapesten a Rácz Béla, tehát kimondod a... kimondod, tehát ez egy, igen. Miki csinálj? Helyi celebrity csinál, de egyébként 67-66 Dóc Petőfi utca 9, és majd nagy szeretettel várunk minél több olyan likvidet, ami az ország likvidje, vagy címre pályázhat. És mielőtt megijednétek, azt nem mondtuk a mértékegységet, tehát 10 milli. 10 milliliter, 50-50-es, nullás, és az ország ízére pályáztatunk, de persze természetesen, hogyha valaki azt szeretné, hogy ha esetleg én benne vagyok a zsűriben, és adnék neki sok-sok pontot, akkor valami málnással próbálkozik, zárója bezárva, de próbáljatok egy kicsit a fantáziátoknak teret engedni, és egy kis filozofálgatás is menjen bele, tehát ne az legyen, hogy csináltam egy finom narancsot, hanem tényleg az legyen, hogy Valami savanyú, krőzus. Mert ugye magyar marad. Igen. Valami krőzus legyen, hogy kössük össze azzal, hogy Magyarország
Likvidje 2014. Szürke marha ízű légvéd. Szűr, nagyon jó. Nagyon jó. Gulyás leves. Na, úgyhogy ezt fogjuk mi mindenféle orgánumon ezt közzétenni, hirdetni, hogy ne sikkadjon el a dolog. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi pályamű fog érkezni, hányan küldjétek lesznek a olyan leveseket. bátrak, igen, és megesküszünk, hogy addig nem fogjuk elszívni. Olyat sem, mint amit minap olvastam a fórumon, és az nagyon kemény volt. Remélem csak félreírt valaki, mert ő a fogyaszthatatlan levesre azt a ötletet dobta föl az ismerősnek, hogy próbálom szó szerint, hogy nehogy tévedésbe essek. Azt mondja, hogy sokat szorosan volt málna íze, hát ugye megint a málna, de legalább szar íze volt. Utóbbit elcseréltem vele, és felütöttem ezres nikotinnal és rengeteg BF mogyoróval, így jó volt. Reméljük, hogy ez a szám csak elírás volt. Krisztián itt már kifejtett, hogy az ezres nikotin az már nem is tudjuk milyen halmaz állapot. Az már nem folyik, azt tudni. A nikotin tégla. Nikotin téglával föl lehet ütni már bármit. Az olyan, mint a, mik ezek a magi halászlékkocka, meg ilyenek. Tudod, kicsomagolod, végy egy kocka nikotint, és dobd bele a levesbe. Az tök jó, mert a legyek is kidöglenek a környéken. Szúnyog ellen hatásos. Ja, Istenem. Csak óvatosabb. Mitől vagy ilyen barna? Ja, ezres nikotin. Szolárium helyett. Jó, és hogyha már megyünk a kacagósba át, akkor szerintem nyugodtan megemlíthetjük azt, amivel én is nap mint nap szoktam találkozni, inkább télen, de akkor sokszor, vagy illetve hát akkor, amikor rossz idő van, hogy amíg az ember ugye az autóban dohányzott, addig ugye az volt a problémája, hogy egy idő után az a nikotinos füst ilyen szürkés réteget képezett a szélvédőn, és ezért hitted azt, hogy egyfolytában ködben vagy, aztán ha újjal elpiszkáltad, akkor láttad, hogy nincsen köd, csak retkes az ablak. Az elején azt hittem, hogy majd most ez elmúlt, de nem sajnos, mert ugye van a mi pégénknek, végénknek, likvidünknek egy olyan tulajdonsága, hogy a vizet azt szereti megkötni. Úgyhogy pláne rossz időben, párás időben ezt intenzíven lehet tapasztalni, hogy a szélvédőn belülről megjelenik egy filmréteg, amit hogyha a nikotint nehéz volt letakarítani, akkor ez meg aztán még jobban a szenvedés, tehát még szenvedősebb a történet. Nem tudom, ti hogy szoktátok ezt? Hú, én nagyon megszenvedtem vele a szélvédő takarítással, mert fújogattam én azt mindenféle cuccal, és utána ilyen mikroszálas törlőkendőben gyönyörűen el tudtam masszatolni. Tehát úgy igazából sose volt egy prompt történet, és akkor azt hiszem clean ablakpucolóval befújtam, és ilyen lehúzó gumilappal sikerült teljesen jó megtisztítani. Ez érdekes egyébként, hogy most nyáron ez már nem olyan nagy probléma, mint amilyen nagy probléma télen volt. Télen valószínűleg jobban, tehát a hideg üvegen valóban kicsapódik a párából. Hát illetve ott köti szélvédőre, meg. Vagy ott köti meg. Most nyáron sokkal, de sokkal kisebb ez a koszolódás a szélvédőn. Vagy nem is koszolódásnak, minek hívjuk ezt? Szerintem ez egy filmréteg inkább, egy emulzió. Emulzió, igen. Igen. És egyébként is egy ilyen fényszűrő UV
szűrő réteg, mondjuk nekem az van az ablakon, Tehát úgyhogy. tulajdonképp akkor jól is járunk, mert nem fogunk leégni a kocsiban, ha retkes a szélvédőnk. Én ilyennel Ez nem találkoztam. Én már ezen gondolkoztam, hogy beszélek valakivel, hogy mi az az anyag, ami ha likvidhez keverünk, akkor UV-szűrővé válik a cucc. Mert milyen Krisztián, sokat napoztatod a mekkora tüdődet? Ötlet, meg nem. Hát kicsapódik a szélvédőn, és akkor egyből UV-szűrős lesz a szélvédő. Ne vicceljél már. Ja, meg még fontos is. Csak rá lehelsz a szemüvegedre, és nem kell napszemüveg. De nekem is az jutott eszembe. Én nem nagyon találkozom ezzel, mert hogy autómentes ember vagyok. Úgyhogy hát a szélvédőkkel sok dolgom nincsen. A szemüvegemet sokat kell tekergetni, az biztos. De most az jutott nekem eszembe, hogy párom Kinga panaszkodott tavasszal a nagy ablak tisztítás után, hogy tiszta ilyen filmréteg van az összes jaj, ablakon, és ez biztos az ECG, és hogy ez hogy az Istenbe ez biztos, csináljuk. Hogy az ECG, mert itthon ebből Késhegyre menő viták vannak, hogy nem igaz, hogy egészséges, mert most is nézd meg, hogy néz ki az ablak. És nálunk hetente van pucolva az összes ablak, pont ezért. Én meg megmagyaráztam, hogy ez kizárt, hogy kizárt dolog. Hogy nem. Ettől legyen ugyan mitől. Azt hiszem, hogy nem. Majd figyeld meg, hogy nyáron nem lesz. Nem lesz, mert télen csapódik ez jobban ki a hideg felületen. Hát igen, téről tavaszra, meg jó hideg tavaszunk is volt, és tényleg volt egy ilyen kis azért, mint hogyha nem tudom, ilyen belső munkálatokkal véstünk volna, és ilyen kis porréteg fehéren belepte volna az összes ablakot, úgy nézett ki a történet. Mondjuk én a Vanker-bunkerbe vagyok száműzve itthon, tehát egy helyiség, annak két ablaka van, és azt meg én pucolom, de nem volt egyébként szó, igen, az nálam is elő szokott fordulni, mikor ülök mondjuk a parkolóban, mert mondjuk várom a páromat, vagy munka előtt még egy kicsit meditálok a kocsiba, és amikor ilyenkor utána pont ezért, hogy a filmréteg ne rakódjon annyira le, úgy szoktam, hogy kinyitom a csomagtartót meg az első ajtót, és az a gőz, ami ott ki tud dőlni, és már volt, hogy így néztek az emberek, hogy atya úristen, kigyulladt a kocsi. Kigyulladt a kocsi. De tehát nem az, hogy így kijön, hanem ez a percekig száll föl, viccen kívül, így dől ki, ömlik, pedig bent nem veszed észre. De mégis a kinti levegőhöz képest azért az sokkal másabb, és nem oszlik, csak gőzölög el. Fantasztikus. Néha csak ezért fújjon bent, hogy utána azt tudjak szellőztetni. De ebből milyen prémium likvideket lehetne csinálni? Most jutott eszembe, hogy nem ám csak úgy megveszed az urba azért a végédet, hanem patinásan az ablaküvegen egész télen lerakódottad, szépen visszanyered, lefejted róla, megtisztítod, és ebből visszanyersz egy végé alapot, mint a boroknál az aszú, meg ezek a nagyon hát akkor, nemes történetek. Hát ez nem kell már tényleg csak egy ilyen üveglehúzó, és az alján, mint a kaucsuk fánál, így összegyűjtenéd valami kis pipettával, és lent meg lenne egy üveged, lehet, hogy egy télen mondjuk egy 10 millis flakont félig megtöltenél. Poros, dzsuvás likviddel. Végé esszencia. Az milyen lenne, tudod, ilyen, mint a nemes penész, így rajta a likvides üvegen, és akkor ráír, hogy nem is tudom, 1876-os gyártású francia likvid termővidékről származó. És ott lenne, tudod, hogy francia gazda tüdejét megjárd, és tüdejét. Hú, ez nagyon menő. Mondjuk ami érdekes lehetne, mondjuk, hogy a napoleoni háborúból származó frontsebész vatta. Fű, azon én nem szívnék. Hát figyelj, füstös íze lenne, az biztos. Benne lenne az egész napóleoni háború. Hát az egy történelmet szívni, azért az egy egészen másik történet. Lehet itt még fokozni a dolgokat. Jut eszembe, és az elején elfelejtettem, mea culpa maxima. Kaptam egy levelet, ugye az előző adásban volt szó arról, hogy volt egy tévesen megjelent cikk a Nőklapja kafén, és a fórumtársunknak a rokona írta fordította ezt a cikket, és akkor felvettük a kapcsolatot vele, de nem jelzett vissza, és ugye azt mondtuk, hogy
hogy nem jelzett vissza. Megkövetném magamat, és a többieket is. Visszajelzett ugye nekem, és azt jelezte vissza, hogy továbbította a témát az illetékesnek. Hát itt rekedt meg sajnos a történet, de ettől függetlenül még mindig várjuk szeretettel az illetékest, hogyha van egy valamikor csütörtökön egy órácskája, hogy elbeszélgessen velünk, vagy egyeztessük az álláspontjainkat. Tehát nem arról van szó, hogy le lett tojva a történet, egyszerűen csak a közvetítő kiszállt a vonalból, és itt mindenki bokros teendője között, a sok bába közt elveszett a gyerek. Úgyhogy ezúton is a helyesbítést megtettük. És elnézést kérünk. Na, ugorjunk. Ó, most jön a... Hard. Azt hittem, azt mondta, hogy hardver. A klónok támadása V2.0. Második felvonás. De ez tudatalat bennem volt. A második felvonás és a Prométhej V2. Így van. Nagyon érdekes, ugye a kínaiak, tehát ha most nagyon trollkodni akarnak, akkor gyakorlatilag azt teszik, hogy az egyébként nem nagyon hozzáférhető eszközök széles körben elterjedjenek. Ugye volt a múlt adásban az Origent, beszéltük ki. Álljunk meg egy kapavágásra, mert nagyon jó, egyébként nem hiszitek el nekem, de vissza lehet nézni. Pont most érkezett adás közben, illetve felvétel közben az értesítés, hogy valaki hozzászólt a témához, és pont az Origen témához szólt hozzá. Nézzétek meg az oldalon, még az időpont is stimmel, tehát most föl is olvasnám. Azt mondja, hogy Origen téma, imádok elbagózni, és persze jó magyar lévén, mint oly sokan a hétköznapi halandók közül, kevés pénzből élek. Felőlem lehet akármilyen szuper magyar találmány, akkor sem adnék érte 20-30-40 ezer forintokat, mivel nincsen miből megvennem. A Kuzi anno elkezdte gyártani a jó kis alumínium Genesis-t, amit a mai napig imádok, de kizárt, hogy nekem valaha pelzóm lesz, mert nekem drága. Kipróbálatlanul tudom, hogy kiváló a pelzó. Tehát itt akkor ebbe benne volt minden. Origen is, pelzó is, drágaság is, olcsóság is. Gyerek. Így van. De ennek ellenére egy pár szót hagyj mondjak már róla, mert az elsők között sikerült olyan szintre lehajosodnom, hogy hozzájutottam egy Prométhej V2 klónhoz. Nézd az ég felé, nézd az ég felé. Nézd az ég felé, igen. Köpjél föl és állj alá. Alá. Egyrészt ugye Ukrajnában helyzet van, tehát igen, nehezen mozog onnan a posta. Másrészt 110 eurót nem biztos, hogy én is kifizetnék egy vatelinos kazánért. De kinek sikerült úgy lemásolniuk a Prométhejt, hogy még bizonyos helyeken az anyagában is. Ugye, aki nem ismeri, azt annak elmondom, hogy ez egy titánium kazán. És olyan egyszerű, mint a faj, és hihetetlen. Adásunk nem ért véget. A beszélgetés a... további részét a weboldalon, vagy a podcastre feliratkozva tudod meghallgatni. A műsorban elhangzott linkek megtalálhatóak az adás oldalán, melynek címét a leírásban találod.